Hat gyakorlatot tartott a NATO Észtországban 100 kilométerre az orosz határtól. A téli tábor nevű gyakorlat ebben az évszakban a legnagyobb azok közül, amelyeket az előretolt több nemzeti zászlóalj harccsoport végez. A balti országban Tapa közelében gyalogsági és páncélos feladatokat is gyakoroltak a katonák. Az a célja ennek a gyakorlatnak, hogy bizonyítsa munkabírásunkat embert próbáló körülmények között is, amelyekkel a katonák a hidegben és az erdőben szembesülhetnek, mondta egy alezredes. A vasárnapig tartó hadgyakorlaton 1300 brit, francia és észt katona vett részt. A hideg miatt befagyhatnak a csövek, ez pedig azzal jár, hogy az üzemanyag nem jut el a rendszerbe. A hideg hat a járművekre, de ránk még inkább, mondta egy brit szerelő. Ez megedzi katonáinkat, akik az utóbbi években ahhoz voltak szokva, hogy olyan országokban teljesítsenek szolgálatot, mint Elefántcsontpart, Mali és Niger. Ez megváltoztatja őket, megkeményíti őket. Mentálisan megerősíti őket, megtanít nekik másfajta manőverezéseket, azt, hogy a hó miként tudja a műveleteket korlátozni, akár gyalogosan, akár járművön. Magyarázta Julien százados az 5. dragonyos ezredből. A brit, francia és észt katonák tüzérségi és felderítési feladatok elvégzése mellett a közös tervezést és műszaki feladatokat is gyakoroltak. A NATO az észtországi hadgyakorlattal nem csak a téli körülményekre készíti fel a katonákat, hanem azt is demonstrálja, hogy komolyan veszi azt a fenyegetést, amelyet az ukrajnai határnál összevont több mint 100 000 orosz katona jelent.